Sok autizmussal élő ember vizuális gondolkodó. Én képekben gondolkodom. Nem gondolkodom nyelv segítségével. A gondolataim úgy mozognak a képzeletemben, mint a videófelvételek. A képek az anyanyelvem, és a szavak csak a második nyelvem. Sosem kerestem senkit. Nem én kerültem, hogy mások vigasztaljanak. Egyszerűen nem jutott eszembe, hogy ez lehetséges lenne. Rengeteg időt töltöttem egyedül, minden más elől elrejtőzve, úgy, mintha csak a saját világomban lettem volna. Csak hogy bennem nem volt egy világ. Nem volt más, mint egyfajta rétege a semminek, egy sem ilyen, sem olyan állapot. Mintha egy üreg lett volna bennem, miközben nem voltam üres, vagy mintha lett volna bennem valami, miközben nem voltam tele. Csak úgy volt, benne, bennem. Ez az üresség önmagában nem volt fájdalmas. Én léteztem az ürességben, az üresség meg bennem, ennyi, semmi több. Ez nem volt más, mint az idő egyfajta kiterjesztése. Én ebben az állapotban voltam, és a dolgok csak úgy haladtak. De az irrealitást, és azt, hogy mindig rossz vagyok, amikor kikerülök a saját világomból, egyre nehezebb volt elviselni. Az emberek zavartak. Nem tudtam, miért vannak, vagy mit csinálhatnak velem. Nem mindig voltak egyformák, és egyáltalán nem éreztem magam biztonságban velük. Még az is viselkedhetett néha másképp, aki mindig kedves volt velem. A valóság egy autista számára események, emberek, helyek, hangok és látványok zavarba ejtő, egymással kölcsönhatásban álló egyvelegét jelenti. Látszólag semminek sincsen világos körvonala, rendje vagy jelentése. Életem nagy részét a dolgok hátterében rejlő mintázat megfejtésével töltöttem. A megrögzött szokások, az időpontok, a konkrét útvonalak és a rituálék segítenek rendszert teremteni az élet elviselhetetlen zűrzavarában. A társaslét nehéz, mivel látszólag nem követ semmilyen meghatározott sémát. Amikor fiatal voltam, soha nem gondolkoztam el azon, hogy hogyan tudnék beilleszkedni a többiek közé, mivel nem vettem észre, hogy az emberek mások, mint a tárgyak. Amikor aztán rájöttem, hogy az embereket fontosabbnak tartják a tárgyaknál, és általában véve is többet megtudtam, a dolgok kezdtek új fénybe kerülni, és még nehezebbnek tűnni. Vannak dolgok, amiket másképp csinálunk, de ugyanannyit érünk, mint mások. Nem vagyunk értéktelenebbek, nem vagyunk betegek, és nem is kell bennünket meggyógyítani, vagy megjavítani.